várták, de egyelőre nem okozott nagyobb fennakadást a 4-es, 6-os villamos vágányának teljes felújítása a Nagykörúton. 3 hét múlva azonban indul az 1-es villamos felújítása is, sőt, jön a 3-as metró buszos pótlása. A közlekedési szakszervezet azt ígéri, hogy elegendő pótlóbusz és sofőr is lesz. Igaz, a szabadságokat nem tudják majd kijönni a buszvezetőknek. Figyelem a villamos, kövessük el Kámán kefelé közlekedik, Blahúz a tér, 32-esek keresztelé, Az Oktogon megállónál igazítja el a villamosról leszálló utasait a BKK munkatársa. A nagykörúti villamos most eddig jár, és ez így lesz egészen szeptemberig. Az utasoknak azonban úgy tűnik egyelőre nem okoz túl nagy gondot a plusz átszállás. Az az igazság, hogy én tegnap vagy tegnap előtt szembesültem ezzel az egésszel. Nekünk még eddig gondot nem okozott. Hát a nyár folyamán nem tudjuk, mennyit fogunk járni a városba. Az autós forgalom sem érzi meg egyelőre még komolyabban a felújítást. Igaz, van, aki nem érti, miért kellett ismét hozzányúlni a nagykörúti villamos pályához. Most volt nemrég kész, aztán most megint szétszedik. Elégedett vagyok, igen. Szép a tája, feldűlt dolgok, ez kell ide Budapestre, amikor jönnek a turisták. Rosszabbra számítottam. A közlekedő tömegegyesület alelnöke azt mondja, sokat segít, hogy a mostani felújításnál külön buszsávot kaptak a pótlóbuszok. Kelemen Tamás szerint a kombinó pályájára már rég ráfért a rekonstrukció. A középső szakaszt legutóbb a 90-es évek közepén újították fel, azóta csak kisebb javításokat folytattak. A mostani azonban már átépítés lesz, ha a tervezetnék később is, de teljesen kicserélik a pályaszerkezetet egy korszerű technológiára. Az a probléma, hogy 2015-ben elkezdődött ez a felújítás, 16-ra be volt ígérve a folytatása, ami most történik, csak ugye a közbeszerzési Kft. Az nem hagyta jóvá a közbeszerzést, ezért 2 évet csúszott ez a felújítás. Ez kár, de most nagyon jó, hogy ez végre megtörténik, ez sok százezer ember érdekel. 3 hét múlva azonban egy időben a 4-es 6-os vonal felújításával megkezdődik az 1-es villamos Kerepesi úttól a Soroksári útig tartó szakaszának felújítása is, és közben folyamatosan pótolni kell a 3-as metrót is a kieső szakaszokon. Ez egy kihívás, de... A közlekedési szakszervezet elnöke szerint meg lesz a pótlásokhoz szükséges 110-120 darab autóbusz, és még sofőr is lesz elég, igaz, a szabadságokat nem igen fogja tudni kiadni a BKV. Az a helyzet, hogy ezért a többlet teljesítésért nyilván, miután ennek a teljesítésére a szabadidejükből áldoznak, úgynevezett elvont pihenőnapi munkavégzésekre kell számítani, ezért többlet juttatásokat is kapnak, amit igazából be is számítanak a dolgozók. Naszályi Gábor azt mondja, a pótlóbuszok műszaki állapota olyan, mint a napi forgalomban közlekedő járműveké, és bár szükség lenne új buszokra, ilyenek nincsenek. A helyzetet tehát így kell elfogadni.